Imáron a harmadik részével jelentkezik a The Walking Dead Daryl Dixon spinosorozat, sorozat, amely már az évad felénél jár, és a harmadik részben beköszöntött a karma, mert az egyik karakternek szembe kellett nézni a múltjával, és innentől kezdve szokásos módon spoilerek fognak következni. Szóval a harmadik részben nem volt visszaemlékezés, de minden fontos pillanatnak volt jelentőség, ami az előző rész múltbéli cselekményszállát illeti, és Izabelnek egy kőkemény mentális küldetés volt ez az epizód, és ahogy a sejteni lehetett, újra megjelent Quinn, akit nem véletlenül vezettek be, és ugye ő volt az a karakter, akit Izabel hagyott magára még Párizsban egy benzinkúton az előző részben, hogy megmentse Hugát, és Quinn egy alvilági bárban volt ismét látható, hol nagy valószínűséggel ő a vezető, és a kis csipet a csapatunk azért ment oda, hogy információt szerezzen arról, hogy Daniel miként juthat vissza Amerikába. Ez azonban hát nem ment olyan zokkenő mentesen, ahogy azt megszokhattuk már itt a The Walking mert közben Kodron is megjelent a helyszínen, és nagy eséllyel Quinn elárult, hogy hol rejtőznek Derilék, és ezzel pedig elindított egy iszonyat nagy hajszát, amit valószínűleg a következő részben fogunk csak igazán látni, de még itt közel sincs az izgalmaknak, és egyébként erre a Kodron megjelenése és Quinn elárulására még később ki fogunk térni, mert ez egy kulcsfontosságú ellen volt a mai részben. Szóval Quinn visszatérése még egy nagyon-nagyon fontos elemet hozott magával, mert kiderült, hogy ő Laurent édesapja. És annak érdekében, hogy Derielnek fuvart intézzen, meg akarta ismerni a fiát, és ez volt az úgymond az alkónak a feltétele, de Deriel nem ment ebbe bele, teljesen érthető az oka neki és ennek köszönhetően pedig nyugodt szívvel árulta el a holétüket Kodronnak, és ami magát Laurentet illeti, hát sajnos vagy nem sajnos ő is megtudta ezt az igazságot, viszont nem a legjobb körülmények között, és ezért lehet csak sajnálni, és miután lenyugodtak majd ott a kedélyek, meg persze, hogyha előkerül a fiú, mert igen, eltűnt, elbújt, és Izabel keresi őt, akkor a szőkelő apáca barátnénk majd magyarázkodhat neki, nem is keveset, és tényleg jobb lett volna, hogyha előbb mondja el neki, mint ilyen feszült helyzetben megtudja, aztán ki tudja, hogy milyen következményei lesznek ezeknek. Kodronról sem szabad megfeledkezni, mert nem elég, hogy betörtek derilék úgymond idéglenes otthonukba, hanem a rossz fiú összeállt azzal a személlyel, aki szintén derét keresi, méghozzá Jenettel, mert keresztbe tett neki, és mint ismert, ugye megszökött a hajóról, amire felrakták, és deril eddig is nyakig benne volt a tudjuk miben, hát a nagy daraz, nagy szarban, de így, hogy szövetséget kötött a két ellensége, hát még nagyobb a baj, és érdekes volt még a rész során, hogy láthatunk egy kísérletet is ezen a helyen, ahol Janet tartózkodik, ahol Kodroddan beszélt, méghozzá a kóborokkal kísérleteztek, és ezáltal megerősítés nyert az is, hogy az erősebb élő halottak, akiket már ugye a World is láthattunk, Hát minden bizonyal a tudósok által lettek létrehozva, és eléggé nyomasztó látvány volt, hogy a zombi neki akar rohanni a tudósoknak, de nem marad sokáig életben, hiszen 18 másodperc után egyből szét is robbant. Persze meg lehetne magyarázni azzal, hogy biztos találtak egy kóborot az utcán, bevitték, kísérleteznek, de hát akkor nem mondta volna Janet azt, hogy jó úton haladunk. És az is érdekes, hogy mi lehet a céljuk ezekkel a próbálkozásokkal, vagy irányítani akarják a zombikat, vagy pedig teljesen más az elképzelésük lehet, hogy vakcinát akarnak készíteni, én itt még teljesen vakon vagyok, nem tudok itt semmit se, lehet, hogy más tud, vagy valami más sorozatban benne volt ez, amit én nem láttam, egyelőre én még nem tudom, hogy itt mi a tervük, de hát én arra tudok gyanakodni, hogyha ilyen úgymond gonosz próbálkozásuk van, akkor miért ne irányítani akarják a zombikas, és akkor lehetne egy hatalmas nagy hadseregük, jó ezek plátói felvetések, de hát ki tudja, mik mi, a, a tervek, és persze az is benne van, hogy az úgynevezett maró kóborlók is a laboratóriumból szabadultak ki, akiket ugye itt láthattunk még a, a, ebben a sorozatban, és az első részben egyből be is vezették őket, úgyhogy öm, érdekesek ezek a dolgok. A rész folyamán új karaktereket és egy új csoportot is megismerhettünk, akik egyébként egy remek közösséget alakítottak ki az évek során, és mindenki kedves és jó ember a társaságban, és harmóniában élnek, egészen addig ki nem találjátok, amíg derél meg nem jelent. És szegény derél tényleg, ahol megjelenik, ott mindig jön valami gebaz. És egyébként, hogyha már Derinél tartunk, azt se felejtsük el, hogy vele mi történt, hiszen a rész végén beszakadt alatt egy tető, de hogy hova esett, az a negyedik rész, részig valószínűleg rejtén fog maradni. És simán el tudom képzelni, hogy tel is tele van a hely, fertőzöttek el, aztán ki kell onnan jutnia, de a negyedik részben lévő kis minimális betekintőben láthattuk, hogy biztos, hogy ki fog onnan jutni, mert már a szabad téren, már az Eiffel toronynál is harcol, úgyhogy onnan százszázalék, hogy ki fog jutni. A harmadik epizód egyébként nagyon pörgős volt, és tel és tele lett pakolva izgalmas akcióirányatokkel, és végig feszült volt. A látványra meg egy szavunk sem lehet, egyébként gyönyörűen vannak ábrázolva Franciaország különböző nevezetességei a kollektívus környezetben. Egyedül abba tudnék belekötni, ami a látványt életi, hogy az ablakból kieső élő halottak, hát azok botrányosan néztek ki. Ilyen kis apróságra szerintem igazán szánhattak volna még egy kis energiát és még egy kis pénzt a készítők, akkor tényleg kurva jól nézett volna ki az egész epizód, de hát így az eléggé gagyira sikerült, és most csak szépen fogalmaztam. Szóval összességében a Daria harmadik része egy végig feszült, őrült és akciódós epizód volt, ahol még egy zombi zenekarnak is a szemtanúja lehettünk, hát egészen elképesztő volt, igazi, hát tényleg egy őrült epizód volt, én nem is tudok-e Ö, szebb szót használni erre. Rengeteg fontos történelmi elemmel szolgált nekünk a rész, és még több kérdés hozott magával, amelyek csak egyre inkább izgalmasabbak lesznek, és most kezdtem el azt nagyon érezni, hogy ez a történet valóban nem lesz lezárva ennyivel, és tényleg kell lenni fog ez a második évad, és nem lesz meglepő, hogyha azt fogjuk érezni, mint a Dead City utolsó részében, hogy baszki, de jó lett volna, hogyha lezárják, és teljesen egy üres érzés lesz bennünk, de nem baj, folytassák, és folytassák jól, és ne nyújtsák el megint a bánat tudja, meddig ezt a pár spinosorozatot, amiket ő most ide kiadtak nekünk. Legyen két-három évad, ez bőven elég lenne egyébként ezeknek a karaktereknek. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenképp írjátok le, hogy nektek hogy tetszett a Dixon harmadik része, és ne felejtsetek el lájkolni, like komment, feliratkozás, minden megosztás, minden jóságot szokásotokhoz szíven tegyetek meg, legközelebb találkozunk. Szevasztok! Dobb.